úgy döntöttem, hogy elkezdem a karácsonyi készülődést, és fel fogom díszíteni ma a lakást egy picit. Hát egyelőre még csak a tavalyi díszeket fogom előszedni, és később fogok majd még pár girlandot, és pár lámpát venni. Nem bírom ki. Hát igen, tudom, hogy baromi korán van még ehhez, de egyszerűen, hát karácsony örült vagyok, és egyszerűen nem bírom ki, úgyhogy én már elkezdem, mivel holnap érkeznek édesanyámék, már leszedtem a halloweeni díszítéseket, már be is dobozoltam, és most lemegyek a pincébe, először felírom a dobozra, hogy hát igen, mit is tartalmaz. Igen, itt van már a doboz, mindjárt megmutatom nektek. Akkor menjünk le a pincébe, vigyük le ezt a kis dobozt, és hozzuk fel az összes többi karácsonyi nagy doboz gyűjteményemet, vagy hát, ja, igen. How can there be more to explain? No, I won't go down the drain. Cause I was there too, always so true, always so blind. We were born restless minds, incompatible different signs. So we had to read between the lines. Meg is érkeztünk a pincénkbe, hát igen, elég fullom van. Már lehoztam ide a kis kerti növényeimet és egyveket, valamint a kerti futórokat, úgyhogy elég tali van. Nem tudom, hogy fogom kialázni innen a karácsonyi díszeket. Konkrétan szerintem legbelül található. Mutatom. Valahol ott, meg ott bent, meg ott, meg nem is tudom, hogy hol. Úgyhogy sok sikert nekem. Az első doboz. Szóval nem mondom azt, hogy könnyű lenne. Oké, ezzel most végeztünk. Akkor most hordjuk fel mindet egyesével. Ez nem lesz könnyű menet, úgy érzem. Sikerült mindent felhordani, úgyhogy nézzük, mi rejlik a kis dobozkáimban. Imádom az ilyen hógömböket. Tavaly kaptam téllapóra ezt a gyönyörű hógömböt a bátyámtól. Imádom. Na ja. Úgyhogy szirlandok vannak, itt vannak a kis fényeim. Mindenséges. Itt vannak a kis hópelyhek, amik nagyon kis praktikusan fel lehet tenni a üvegre, ablakra, tükörre például. Én ezt nagyon jól ki tudom használni, ezt a tükröt imádom, hogy ez itt van. És hát igen, itt nincsen konnektor ugye a közelben, és nem is akarok nagyon ilyen hosszabbítókkal vagy bármivel is bajlódni, úgyhogy ez is nagyon praktikus, hogy kis elemes az egész, és bárhol fel tudod használni, úgyhogy ajánlom nektek is, hogy ilyeneket inkább szerezzetek be, mert sokkal könnyebb ezzel dolgozni. Úgyhogy hát az első kis dobozzal mutatom. Kis vagyok pakolva nagyjából, úgyhogy szerintem kezdjük el rendezgetni, hol mi ennek találok helyet. And soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and light. Misfortune seemed as light. We got into a drifted bag and then we got upside. Az a baj, hogy gondba vagyok, mert hogy annyi minden apróság van, és nem tudom eldönteni, hogy hova mit tegyek. Úgyhogy igen, még azért próbálkozom.
Ez például egy nagyon szép lámpa, egy ilyen csillag lámpa. Van egy ilyen része, egy ilyen, és papír, amit így ki kell majd hajtani, és egy villanykötet. Készítettem ilyen szép kis mécseseket, úgymond. Igazán egyszerű igazából. Kicsit hullik mondjuk a só egy idő után róla. Annyi a lényege. Beragasztózod úgy, ahogy neked tetszik. Én még töltöttem bele egy kis sót, hogy azért kicsit elveszem benne a kis mécses. És akkor így nagyon szépen mutatósra hagyja ki magát. Ja igen, és még körbe tekertem egy kis szalagot rá, és akkor így gyönyörű kis mécsesek lettek. Én ilyeneket is csináltam, amit így fel lehet akasztani, csak figyelni kell arra, hogy itt jó-jól be tudjátok ragasztani, és először úgy, és tekerjétek körbe, majd utána én még egy ilyen adag másik fonallal is körbe tekertem. Még bennem kinek biztos a fény.